csöcsöng egy tű és templom harang, a jelenlét annyi, mint posztón a rang, kicsi pónikon lovagló készéletek, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogú tigrisei, apa taníts meg nagy vadat elejteni, és ha kérdik, hogy mi végre mennyi idő, tán egy perc, egy óra, vagy pár esztendő, de utolér a múlt, mint a mögöttünk hagyott jövő. Cica mászt fel a sorsok, az mégiscsak előkelő. Káprázat pusztán a történelem, míg némán a vállár hajtom fejem. Elringat marasztal, egész szégyúr, aztán únottan szétszed, mint legót az úr. Mi csak lessük a boldogság lábnyomait, és ha útközben találunk majd valamit, arra kígyóbőrként húzzuk rá az időt. Még egy percet, egy órát, vagy pár esztendőt, de utolér a múlt, mint a mögöttünk hagyott jövő. Cica mászt fel a sorsok, az mégiscsak előkelő. Lámpát, ha gyújtok, még jön rá bogár, de az utolsó fényevő csak sötétet talál. Csak sötétet talál. Ahol
a szél zúg a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőle néha pillanat. A csend beszél tovább, helyettem ő mondja el. A csend beszél tovább, helyettem ő énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg a nap neve. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néha pillanat. Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, hogyha nem szabad. Mindig itt vagy, és ott leszek, ahol a szél zúg a nap neve.
Tanévünk legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm végzős diákjainkat, az őket ballaktató osztályfőnököket, a végzős diákokra méltán büszke szülőket, hozzátartozókat, az itt megjelent vendégeket, iskolánk vezetőségét, minden dolgozóját, tanulóját, és mindenki, aki megtisztelte ünnepélyünket. Kezdésként énekeljük el együtt a himnuszt. Ünnepi beszédet mond Horváth Péter igazgató úr. Tisztelt tantestület, kedves szülők, tisztelt hozzátartozók, családtagok, rokonok, ismerősök, kedves diákok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Révai Miklós Gimnázium 2018. évi ballagási ünnepségén. Kérem, engedjék meg, hogy külön tisztelettel hadd köszöntsem iskolánk volt igazgatóját, Tamás Imrét, aki 1968-tól 1995-ig vezette a Révai Miklós Gimnáziumot. Ugyancsak megkülönböztetett tisztelettel hadd köszöntsem a Révai Miklós Gimnázium valamikori nevelőtestületének is a doyennyét, Czapári Bandi bácsit, aki nem sokára tölti be 96. életévét. És szeretettel köszöntöm Erdős László igazgatóhelyettes kollégát, aki szintén megtisztelte a ballagási rendezvényt. 1995-től 2014-ig volt az intézmény igazgató helyettese. Tisztelt vendégeink, ahogy már előbb is hallhattuk, valóban a ballagás iskolánk legnagyobb és legszebb ünnepe, és ezért van az, hogy alaposan készülődünk előtte. Próbáljuk minden részletét úgy megtervezni, hogy minden méltóképpen történjen. Aggódva figyeljük az időjárás jelentéseket, nehogy valami is megakadályozza ezt a szép ünnepséget. És azt gondolom, hogy ezért is van az, hogy mindannyian ünneplő ruhát öltünk ilyenkor, hogy ezzel is kifejezzük az alkalomhoz való méltóságot. Itt sorakoztak fel előttünk a révais diákok, a lányok
már a szalagavatón is megcsodált kosztümjeikben, gondosan elkészített frizurákkal a fiúk ebben az elegáns öltönyben, a gondosan megkötött nyakkendőjükkel, és bevallom, én magam is picit többször néztem a tükörbe, mielőtt kijöttünk erre a térre, és nyilván hosszabban fésültem volna a hajamat, hogyha még lenne mit fésülnöm, de ez ezúttal már a múlté. Kedves vendégeink, itt áll tehát önök előtt az állomás, a főút és a Révay Miklós gimnázium által ölelt téren egy évfolyam. Itt áll önök előtt 6 osztály, 171 diák, és azt gondolom, hogy mindannyian valamiféle tehetséggel megáldottak, és csak rajtuk múlik a kitartásukon, a hitükön, az erejükön, hogy valóra tudják-e váltani azokat az álmokat és vágyakat, amelyek most ott keringenek a fejükbe. Mindannyian azt gondolom, mosolygósan, vagy legalábbis félmosolyjal állnak most itt előttünk, és be kell vallanom azt is, hogy valóban többé-kevésbé értelmes arccal állnak itt előttünk. És kedves vendégeink, azt is el kell mondanom, hogy az osztályozó értekezet adatai szerint a Révay Miklós gimnázium végzős évfolyamának átlaga 4,75 század lett. A 171 diákunk több mint 250 nyelvvizsgával rendelkezik, számtalan versenyen értekes sikereket, számtalan eseményen képviselték a Révay Miklós gimnáziumot, szerezve dicsőséget önmaguknak és az iskolának is. És most bizonyára sokukban a múlt és a jövő emlékei, illetve tervei kavarognak, hiszen mégiscsak úgy vagyunk itt, hogy bennünk van a múlt, hiszen búcsúzunk valamitől, ezt erősítették az előző hét történései is, az utolsó tanítási órák, a szerenád és ez az ide való kivonulás az iskola épületétől való bizonyos értelemben vett búcsú. És hát ott vannak a jövő tervei is, hiszen jövő héten megkezdődnek az írásbeli érettségek, és júniusban sor kerülnek a szóbeli érettségekre is, ami egy másfajta ünnep, azt is mondhatnám, hogy ez a tudásnak az ünnepe. És egyébként pedig azt szeretném még mondani, hogy ez a búcsú azért is egy picit talán emeli az ünnepnek a fényét vagy a nagyságát, mert azt is tudjuk mindannyian, hogy az itt felsorakozott diákok többsége szeptembertől más városban, többen pedig más országban fogják folytatni tanulmányaikat. Ez azt jelenti, hogy az a fajta élethelyzet, amiben eddig éltek együtt a családdal, mindennapi, személyes kapcsolatban szüleikkel, családjukkal, ez megszűnik. Fel kell készülni arra is, hogy ez a váltás is jelenthet nehézséget. Azt gondolom, hogy azok picit nyugodtan várhatjuk az előttünk levő eseményeket, mert szinte biztos vagyok abban, hogy mindenki megpróbálta jól kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket akkor ígértünk nekik, amikor még kisdiákok voltak, amikor idejöttek a Révay Miklós gimnáziumba, amikor várakozással és szeretettel fogadtuk őket. De az már régen volt, és most itt vagyunk, és néhány hosszú év után, vagy hosszúnak tűnő, néha pedig rövidnek tűnő év után, most itt vagyunk, és azt gondolom, hogy nyugodtan, jó szívvel és sok sikert kívánva, ugyanakkor egy picit szomorúan is engedjük el őket. Nyugodtan, mert úgy érezzük, hogy elvégeztük azt a munkát, amit el kellett végeznünk. Jó szívvel, mert azt gondolom, és reményeim szerint így is történt, hogy tehetségünkhöz, erőnkhöz, energiánkhoz képest átadtunk mindent, amit szerettünk volna, és tudjuk azt, hogy az életben, a ti életekben ránk ennyi volt kiróva, most már nyilván tovább kell mennetek, amit a Révay gimnáziumban megtehettetek, azt az már elmúlt. És sok sikert kívánva természetesen, hiszen a ti sikereitek bizonyos értelemben a mi sikereink is lesznek. Ebből fogunk tudni feltöltődni, ez ad erőt a továbbiakban majd számunkra. És hát nyilván azért is, mert felelősséget érzünk mindannyiótokért, nem csak azokért, akik sikereket értek el, akikkel nem volt gond, akik folyamatosan jól tanultak, nap mint nap tették a dolgukat, hanem bizony azokért is felelősséget érzünk, akik néha talán egy picit kelletlenül jöttek az igazgatói szoba szigorú falai közé, és ott rövid, de alapos beszélgetéseken vettek részt. Nekik is nyilván sok sikert kívánunk az életben. Kedves Révay diákok, a középiskola átmeneti intézmény.
az alsó és a felső iskola között, ahogy a nevéből is megtudhatjuk. A középiskola próbálja továbbfejleszteni a készségeiteket, képességé, kompetenciává alakítva, és felkészíteni benneteket a felsőfokú tanulmányokra, hogy megálljátok a helyeteket. De azt gondolom, hogy ennél jóval több is. Tanulmányi értelemben talán csak ennyi, de egyébként sokkal többet jelentenek a középiskolai évek, hiszen itt alakul ki személyiségetek alapja, itt vesztek fel olyan személyiségeket, amelyeket már igen nehéz megváltoztatni. És amitől kialakulnak ezek, az nyilván egyrészt a közösség, amiben tartoztok. A közösség, amely kialakulásához vezethettek azok a programok, amelyre lehetőségetek volt. A gólyatábortól kezdve, az iskolai osztálykirándulásokon át, az diákigazgatói kampányon keresztül, akár a szalagavatóra való készülődésen. Hiszen talán nem is az események a legfontosabbak, hanem az erre való készülés kovácsolhatja össze az osztályt. És hát nyilván osztályon kívüli közösségek is alakulhatnak, hiszen rendkívül sok értelmes, nyitott, sokoldalú diák jár réveiba, sok mindenkivel lehet kapcsolatot teremteni. Azt gondolom, hogy valóban vannak olyan közösségek, amelyek tudnak segíteni a nehézségeken, és lehet együtt örülni a sikereknek. És a közösségekben nyilván mindenki megtalálta azokat az embereket, akiket ma úgy hív, hogy a barátom. Ez egy másik nagyon fontos dolog, mert azt gondolom a középiskolai évek alatt már valóban olyan barátságok alakulnak ki, amelyek sok esetben kiállják az idő próbáját, amelyek már örökre megmaradnak. Kialakulnak azok a kézfogások, amellyel majd egymást fogjátok köszönteni a legszebb és legnagyobb ünnepségeken. Kialakulnak azok a barátságok, meg lesznek azok a barátok, akiknek az először fogjátok elmondani majd azokat az eseményeket, amelyekre büszkék vagytok. Hogy felvettek a felsőoktatásba, diplomáztál, hogy egy jó munkahelyet találtál, vagy a munkahelyeden előreléptettek, de azt gondolom azokat is, amelyek ennél jóval kisebbek. Ha egyszerűen csak volt egy jó napod, vagy beszélgetni szeretnél, vagy éppen találtál egy finom palackbort, vagy kifogtad a világ legnagyobb halát, vagy berúgtad a világ legszebb gólját. Mind olyan dolog, ami a középiskolai időszakhoz kötődik, és persze ott van az első szerelem, ami akár megmaradt, akár elmúlt, akár szép volt, akár fájdalmas. Ha igazából szerelem volt, akkor ez mindörökké az egyik legszebb élményed marad. Jó volna menzák zsivajában egyszer még újra rád találni, aztán várni minden délután. Jó volna visszapergetni az elmúlt éveket, magunkénak tudni újra azt a naív hitet. Jó volna még egyszer kis tizenéves srácokkal rúgni a bőrt az utcán, és nem írni le, hogy a hajnalokat hasító óracsörgésektől szögre akasztott gondjaink kifényesednek, és útra kelnek velünk reggelenként. Írt az Ugó Róbert, iskolánk fiatalon elhunyt tanítványa. És valóban lesznek még gondjaitok, egészen biztos vagyok benne, persze azt is kívánom, hogy sokkal több örömötök legyen az életben, és ekkor már a gondok megoldásában nem biztos, hogy annyian segítenek, mint jelenleg segítettek. És itt szeretném megköszönni a tisztelt szülőknek azt a támogatást, azt a segítséget, amelyben ezekben az időkben próbálták biztosítani azt a hátteret, hogy a diákjainknak valóban csak azzal kelljen foglalkozni, amivel valóban ebben az időszakban a legjobb, ha foglalkoznak. Köszönöm szépen, hogy szeretettel és türelemmel próbálták irányítani tanítványainkat, gyermekeiket, még akkor is, hogyha bizony néha ez a kamaszos életérzés nem biztos, hogy hálás szerepet szánt önöknek. És itt szeretném megköszönni a tantestület tagjainak is azt a munkát, amelyet ezzel az évfolyammal is elvégeztek. Tanácsokat adtak, hogy könnyebb legyen a tananyagok feldolgozása, és egyéb más tanácsokkal, segítséggel látták el a diákjainkat, amelyekre lehet, hogy később majd többször eszükbe jut, mint talán most még a 4 év, vagy 5 év, vagy a 6 év során. És külön szeretném megköszönni az osztályfőnököknek az elvégzett munkát, hogy néha vállalva a rövid távi konfliktust is, mindig a hosszabb távú eredményeket vették figyelembe, próbálták szervezni az osztály életét. Néha ez könnyebben, néha picit nehezebben ment. És nagyon-nagyon szeretném megköszönni azoknak a diákoknak a munkáját,
akik az egyes osztályokban osztálytitkárként hozták, vitték az információt. Menza felelősként vagy pénztár felelősként próbálták beszedni azokat az összegeket, amelyek szükségesek voltak. Vagy kampányszervezőként, kirándulásszervezőként segítették az osztálynak az együttlétét. Te a nagymúltú Révai Miklós gimnázium diákja vagy, szólt iskolánk házirendje valamikor. És azt kell mondanom, hogy ti most a legjobb úton jártok afelé, hogy valóban ennek a múltnak legyetek a részesei. Ti, akik valószínűleg eddig még igazából soha nem gondoltatok bele abba, hogy múlt időben beszéltek a Révai gimnáziumról, egyre inkább a múlt részesei lesztek. Ti, akik szinte minden reggel frissen, fürgén, jókedvűen jöttetek az iskolába, nevettetek, futkároztatok korábban még a folyosókon, most már lehiggadva inkább csak beszélgetetek az osztálytermekben, labdát dobtatok, fociztatok, táncoltatok, nevettetek, jól éreztétek magatokat, egy tabló fénykép lesztek, egy jól elkészített tablón. És egy anyakönyvi adat az intézmény igazgatójának egy polcán. De azt gondolom, hogy később majd, mikor eszetekbe jut a Révai gimnázium, büszkék lesztek arra, hogy ide jártatok, hogy ebbe az iskolába jártatok, hogy ebbe az osztályba jártatok, és higgyétek el, mi is büszkék leszünk rátok, és el fogjuk mondani az eredményeiteket, amelyek illeszkednek majd a Révai Miklós gimnázium eddigi eredményeihez, hogy ide csábítsuk majd az új diákokat. Az új diákokat, akik épp a napokban kapták meg az értesítést arról, hogy felvételt nyertek a Révai Miklós gimnáziumba, akik átveszik majd a helyeteket. Tanáraink hozzájuk járnak be, ezentúl padjaitokban ők ülnek, szekrényeiteket ők foglalják el. Ők fognak nevetgélni, futkározni, labdát dobni, vagy rugni az udvaron. És azt látják majd, hogy előttük milyen komoly emberek jártak ebbe az iskolába, ha a tablóképeiteket nézik. Kedves diákok, matematika tanárom általános iskolába a következő mondatot iratta bele a matematika füzetembe. Hova mit sem tettél, kincset ne keress ott. Egyáltalán nem értettem, hogy mit jelent ez a mondat. Miért keresnék kincset ott, ahova nem tettem semmit? Később jöttem csak rá a dolog átvitt értelmére, nehéz felfogású gyerek voltam már akkor is. De végül is rájöttem, és igazából nem is nagyon tudok nektek se sokkal többet mondani. Hova mit sem tettél, kincset ne keress ott. Ahhoz, hogy álmaidat megvalósítsad, tenni kell. Gondolkodni, kitartóan cselekedni. Ahhoz, hogy eljussál valahova, küzdeni kell néha, erőfeszítéseket tenni. És azt bátran mondhatom nektek, hogy azok az eredmények, amelyeket így érünk el, erőfeszítésekkel, küzdelemmel, azok lesznek a legértékesebbek az életetekben. Sosem volt különösebben jó labdaérzékem, sosem fociztam, kosaraztam jól, nem dobtam különlegesen nagyot, és ma már ennél is kisebbet dobok. Nem vagyok kifejezetten sem erős, sem okos, nem úszok túlságosan jól. Remélem azért azt gondoljátok, hogy most nem magamról beszélek, mert nyilván most már kisebbet dobok valóban, mint régebben, és tényleg lehet, hogy nem úszok túlságosan jól, de hát a labdaérzékem és a foci tudásom és persze az észbeli képességeim. Na, tehát nem rólam van szó, hanem ezt Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó, világbajnok, Európa-bajnok mondta, és így folytatta. Gyerekkoromban 11-szer szúrták fel a fülemet, ugyanennyiszer tiltott el az orvos az uszodától. Magasságomat nézve ma már kicsinek számítok a csapattársaim között. Szépen beszélni talán sosem tudtam, középiskolai eredményeim közepesek voltak. 16 éve csuklószorítóval játszok, képtelen vagyok a kézfejemre támaszkodni. Ha végül össze kellene foglalnom a sikereim okát, csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez az én tehetségem. Kérlek és buzdítalak benneteket arra, hogy ha valamit nagyon szeretnétek elérni, akkor akarjátok és tegyetek érte. Nagyon sok boldogságot kívánok mindannyiótoknak.
Király Imre, őrizd meg című versét elmondja Farkas Krisztián, 12. B-osztályos tanuló. Király Imre, őrizd meg! Az álmaidra vigyázz, és őrizd meg friss tej ízét a gyermekkornak, mikor csaholó felhőket hajszoltál, és köszöntél minden bokornak. Őrizd meg szemedben az ártatlan kéket, az első lépések botladozását, és hagyd, hogy kísérjen rózsaszín nevetésed. Őrizd meg az először feszülő szavakat a szádnak, mellyel testvére lettél a világnak. Az első sírásoddal megkarcolt csendet, mellyel az örök bűnöket magadra vetted. Őrizd meg szavak ifjúkori lendületét, a nem lét társtalanságát váltsd fel apró örömökre, s a szív mély hangjait énekeld, konok tüzeknél lázasabban. Őrizd meg a hajnali földek szagát, az égi óceán roppant csillaghadát, halk folyók zöld csobbanását őrizd meg szemednek, hogy elmerülhess benne, ha rátör sok bántó, földi nesz. Kígyóvonalú fák bámész lombját, testükön a finom pókháló redőt, érezd a sóhajos, bomló életvonzást, s őrizd meg a csillagszámláló időt. Mert kell néha pár bolyhos emlék, szótöredék, villanó mondatfoszlány, hogy megtaláld elhagyott gyerekarcod, s magadból egy darabot újra visszahozzál. Köszönöm. Az alsóbb évfolyamosok nevében Póta Balázs, 11. F-osztályos tanuló búcsúzik a ballagóktól. Balázs számos országos matematika és fizika verseny helyezettje. Kedves ballagó diáktársaim, tisztelt szülők, tanáraink! Elértetek arra a pontra, ahonnan nincs visszaút. Elballagtok a révaiból, befejezitek gimnáziumi tanulmányaitokat. Ez valami újnak, egészen másnak a kezdete, amit mi sem ismerünk. Hogy minek a kezdete ez, mi következik ezután, arról sokan beszéltek előttem, és sokan fognak még utánam is. Inkább arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy mi a közös bennünk, és miben különbözünk. Nem látunk benneteket újra szünetekben az iskolai folyosón beszélgetni, a következő órára vagy a büfébe sietni. Viszont minden alkalommal, mikor a régi épület üresen álló termei mellett sétálunk, eszünkbe jutnak a közösen eltöltött évek. Együtt furakodtunk a kampánycsátorban megrakott asztalok körül, együtt szurkoltuk végig a tanárdiák vetélkedőket, és még rengeteg dolgot sorolhatnék. Szeptembertől pedig új tablókkal gazdagodik iskolánk, amiket ígérünk, rendszeresen fogunk nézegetni, csodálni, és talán megjegyezzük, hogy hogyan lehet ilyen jókat készíteni. Az élet olyan, mint egy épület. Megtervezem, fölépítem. Úgy rakom egymás fölé minden dolgomat, mint a téglasorokat. Ha jól csinálom meg, erős, nem árt annak semmi. Ha meghibás volt a terv, rossz munka, a legkisebb vihar is ledöntheti. Kőhalmi József gondolatai nagyszerűen illenek a mai naphoz. A révai tökéletes alapot biztosít, amire felhőkarcolótól függő hídig bármit lehet építeni. Hogy milyen szerkezet kerül erre, hogy miképpen lesz berendezve, az csak is rajtatok áll. Azonban biztos vagyok abban, hogy ezt semmi sem képes lerombolni. Valószínűleg mindenki más irányba veszi útját, különböző szakokra, egyetemekre, városokba, vagy akár országokba kerültök, ugyanakkor mindig lesz, ami összetart minket. A közös múlt, a baglyos kilincs, az alaksűri énekterem. No man est omen, a név kötelez. Aki réva is volt, örökre az is marad. Végezetül Schiller szavaival bocsátlak útra benneteket. Minden elmúlik, mint az álom, elröpül, mint a vándormadár.
Csak az emlék marad meg a szívben, halványan, mint a holtsugár. Köszönöm szépen a figyelmet! A diák önkormányzati zászló átadása következik. Akik átadják, Hós Enikő, 12. F-osztályos tanuló, az iskolai diák önkormányzat volt vezetőségi tagja, mentor felelős. Novák Fanni, 12. B-osztályos tanuló, az iskolai diák önkormányzat volt elnöke, rendezvényeinek aktív szervezője. Dobos Péter, 12. C-osztályos tanuló, az iskolai diák önkormányzat volt sportfelelős vezetőségi tagja. Akik átveszik, Kottán Máté, 10. C-osztályos tanuló, az iskolai diák önkormányzat alelnöke. Szijjártó Gyula, 11. F-osztályos tanuló, az iskolai diák önkormányzat elnöke, sikeres magyar és német nyelvű színjátszó csoportok tagja. Sárvári Ferenc, 10. F-osztályos tanuló, az iskolai diák önkormányzat tagja, a mentor felelősök egyike. A ballagók nevében búcsúzik Novák Fanni, 12. B-osztályos tanuló, az iskolai diák önkormányzat volt elnöke, rendezvényeinek aktív szervezője. Tisztelt igazgató úr, tanáraim, kedves vendégeink és ballagó diáktársaim! Mindannyiunk életében számtalan első pillanat van. Megtenni az első lépéseket, kimondani az első szavakat, először megpillantani életünk nagy szerelmét, vagy átlépni annak az iskolának a küszöbét, ahol életünk legmeghatározóbb éveit fogjuk tölteni. Ez utóbbi, ami az itt álló 171 diákot összeköti. Sokat gondolkoztam azon, mit kellene megosztanom most önökkel, és próbáltam az esetleges közhelyektől óvni mindnyájunkat, de talán egy búcsúbeszéd már nem is lenne az igazi azok nélkül. Aztán úgy döntöttem, sorra veszek mindent. Minden egyes pillanatot, amit révaisként éltem meg. Hiszen, ahogy az író is mondja, nem fontos, hogy az országúton poroszkálva haladjunk. Fontosabb talán, hogy magunk után egy-két lábnyomot hagyjunk. Mi hagytunk itt magunkból. Mindenki hagy itt magából ebben az iskolában. És mostantól már a réva is sem lesz ugyanaz nélkülünk. Mi is formáljuk őt, nem csak ő minket. 4, 5, esetleg 6 évvel ezelőtt óriási reményekkel léptünk be a nagy múltú ajtaján. Tudtuk, hogy valami új vár ránk, meg persze a mindenki által emlegetett ismeretlen. Mégsem volt bennünk félelem. Hiszen tudtuk, hogy valami olyan fogad itt minket, ami nem sok középiskolában van jelen. Jó, nem teljesen az igazságot mondom azzal, ha azt mondom, nem féltünk. Hiszen megismertük, milyen az, amikor Bogdán András tanár úr elkap minket a folyosón becsengetés után. Na igen, ekkor kezdtünk kicsit félni. De persze ez is hozzájárult ahhoz, hogy igazi révaisok lehessünk. Nehéz megfogalmazni azt, hogy mit is jelent ehhez a gimnáziumhoz tartozni. Egy olyan közösséghez, ahol nem számít, hogy honnan jöttél, vagy hogy milyen furcsa a hobbit. Itt csak te számítasz. Egész egyszerűen összefoglalva, hogy mit is adott nekünk a révai. Barátokat, tudást, családot és otthont. Persze nem mellékesen számtalan Facebookos csoportot is. Ez alatt a 4 év alatt volt alkalmam megtapasztalni azt, hogy milyen érzés igazán büszkének lenni. Büszkének lenni arra a tényre, hogy ehhez a közösséghez tartozom. És bárhol járhatok a világban, büszkén és boldogan mondhatom azt, hogy én a Révai Miklós gimnázium diákja voltam. Mert akár hisszük, akár nem, tényleg létezik az a bizonyos láthatatlan kapocs köztünk. És valóban az is a tények közé sorolandó, hogy aki egyszer réva is volt, az mindig is az marad.
Ez egy olyan dolog, ami nem szűnik meg azáltal, hogy tettünk egy sikeres vagy egy kevésbé sikeres érettségit. Ez az, ami segít nekem abban, hogy tudjam, ha jövőben szükségem lesz egy DJ-re, fotósra, színészre, nyomozóra, vagy egy jó plasztikai sebészre, akkor lesz kihez forduljak. Nehéz felfogni azt, hogy életünk ezen szakasza egy szempillantás alatt véget ért. Pontosan emlékszem még arra a pillanatra, amikor a gólyatáborunk szervezői a következőt súlykolták belénk. Révaisnak lenni fogalom. Akkor még ezt nem teljesen értettem. Emlékszem arra is, milyen volt megismerni a leendő pattársamat, vagy hogy hányszor akartunk a falnak menni egymás miatt a szobatársammal, aki végül szinte a testvérem lett. Diákönkormányzati elnökségem 2 éve alatt figyelhettem, hogy a szárnyaink alól kirepülő gólyák hogy nőnek fel végleg a révaisághoz. Ha arra gondolok, hogy 4 évvel ezelőtt mi ugyanilyen csodálkozó tekintetű gyerekek voltunk, akkor összeszorul a gyomrom. Nehéz feldolgozni, ha egy olyan dolognak kell búcsút inteni, ami ennyire a részünké vált. Nem fogok kertelni, voltak nem túl könnyű pillanatok is. Gondoljunk csak bele, ha azt mondom, hogy kampány, mindenkiben előjönnek a kevésbé kellemes emlékek is. A téma átfedések, a viták, meg persze valakiben, itt nem a saját osztályomra gondolok, a siker íze is. Pár év múlva viszont már csak arra fogunk emlékezni, milyen jó is volt együtt lenni, együtt nevetni és sírni. A legfontosabb most mégis az, hogy ha végignézünk a tömegen, hány büszke szemet látunk. A szüleink, rokonaink és barátaink, persze nem utolsó sorban kedves tanáraink is csak ránk figyelnek most. Velünk élték át ezeket az éveket. Ha belegondolok, hogy most hány anyuka fejében játszódik le az, hogy gyermeke végleg kirepül, vagy hány apuka érzékenyül el és nem tudja tartani a kemény apa látszatát. És persze tanáraink, akik még most is értünk izgulnak, hogy vajon hogy vészeljük át a következő 2 hónapot. Engedjétek meg, hogy mindannyiunk nevében köszönetet mondjak ezeknek az embereknek. A szüleinknek, akik mindig fogták a kezünket. A nagyszüleinknek, akiknek mindig volt egy bíztató szavuk. És tanárainknak, hogy ezt a mérhetetlen tudást átadták nekünk az évek alatt. Köszönjük! Most pedig hozzátok fordulok, ballagó diáktársaim. Nehéz szívvel állok most itt, mint ahogy ti is mind-mind. Félek. Félek attól, hogy most elválunk, és elvesztem azokat az embereket, akik a második családommá váltak. Szeretném, ha ennek soha nem lenne vége. De mind tudjuk, hogy menni kell és tovább lépni. Hiszen ahogy Ady Endre is mondta, az élet már adott sokat, bódítót, furcsát és keserveset, de még valamit tartogat. Az ilyen ünnepségeken mindig elmondják, hogy ne sírj, ahol egy ajtó bezárul, ott nyílik egy másik. Ugyanakkor én hiszem, hogy ez nekünk nem zárult be. Mindig nyitva fog állni, és tudom, hogy Zsuzsa néni még akkor is kitörő örömmel fog minket fogadni, amikor őszhangunktól már felismerhetetlenek leszünk. Én azt kívánom, hogy az elkövetkezendő próbákat vegyük mind akadálytalanul, és mindenkinek sikerüljön az, amit kitűzött maga elé célul. És egyet soha ne feledjünk. Minden nagy ember Réva is volt. Ha nem, akkor a felesége. Köszönöm a figyelmet. A jelképek átadása következik. A tudományok jelképeit átadják Hargitai Dávid, 12. D-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen 2017-ben biológiából 35. helyezést ért el. Vörös Dominik Károly, 12. E-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen 2017-ben történelemből 14. helyezett lett. Kovács Balázs, 12. B-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen 2017-ben földrajzból 18. helyezést ért el. Akik átveszik. Póta Balázs, 11. F-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen fizikából 4., matematikából 5. helyezést ért el. A Nemzetközi Magyar Matematika Verseny első díjasa. Jánosik Áron, 10. F-osztályos tanuló, az Irinyi János országos kémiai verseny 2.,
a Mikola Sándor országos fizika verseny harmadik helyezettje, a Nemzetközi Magyar Matematika verseny első díjasa. Börzsei Máté, 11. B-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen történelemből 19. helyezett lett. Jelkép átadás. A kultúra jelképeit átadják. Miszori Tamás, 12. D-osztályos tanuló, az iskolai rendezvények rendszeres zenész szereplője. Mende Boglárka, 12. E-osztályos tanuló, aki a német nyelvi színjátszó csoport meghatározó tagja volt, számos nemzetközi fesztivál résztvevője. Kempel Zsombor, 12. B-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen vizuális kultúra tantárgyból 12., filozófia tantárgyból 20. helyezést ért el. Akik átveszik. Szabó Violetta, 10. E-osztályos tanuló, a Tiszán innen Dunántúl országos népdaléneklési és népzenei versenyen kétszeresen kiemelt aranyéremmel díjazott szereplő, az iskolai kulturális programok rendszeres fellépője. Galgán Anna, 11. B-osztályos tanuló, diákíró, irodalmi versenyek díjazottja, a német nyelvű színjátszó csoport tagja. Ostján Anna, 11. F-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen vizuális kultúra tantárgyból 17. helyezett lett. Jelkép átadás. A sport jelképeit átadják. Horváth László, 12. D-osztályos tanuló, U18-as válogatott jégkorongozó, az iskolai rendezvények rendszeres zenész szereplője. Bak Julianna, 12. F-osztályos tanuló, az iskolai lány röplabda csapat meghatározó tagja. Csikász Andor, 12. C-osztályos tanuló, az iskolai röplabda csapat meghatározó tagja, országos harmadik helyezett. Akik átveszik. Nagyszokolyai Flóra, 11. F-osztályos tanuló, a Diákolimpia országos döntőjében harmadik, az ifjúsági liga kupában második helyezést elért gerelyhajító. Gemza Boldizsár, 11. C-osztályos tanuló, kosárlabdázó, Spartan Race versenyző, a Suli Hajsza első helyezettje. Gerhard Kincső, 11. C-osztályos tanuló, kézilabdázó, az Audi Eto KC tehetséges sportolója. Jelkép átadás. Most pedig két zenei szám következik, Presser Adamis képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című műzikeljéből. A Valaki mondja meg, és az Arra születtünk című. Előadják Horváth László, Horváth Tamás, Magasi Ádám, Kovács Márk, Balázs Márk, a 12. D-osztály tanulói, Horváth Ákos, 12. B-osztályos tanuló, és a 12. B-osztály kórusa. Thank you.
Átadás következik. A díjakat átadják Horváth Péter igazgató úr és Kovács Csaba tanár úr, a Révai Baráti Kör elnöke. Az Ullmann díj az iskolánkban 1943-ban érettségizett dr. Ullmann Sándor adományából született. Az iskola humán, illetve reáltárgyakból legeredményesebb tanulói kapják. Ullmann díjban részesül Horváth Botond István 12. C-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen informatikából 2017-ben 18., 2018-ban 14., fizikából 2017-ben 27., 2018-ban 15. helyezést ért el. Az Iványi díjat az 1932-ben érettségizett Iványi György emlékére alapították az USA-ban élő gyermekei. Iványi díjat kap Kempel Zsombor, 12. B-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen vizuális kultúra tantárgyból 12., filozófia tantárgyból 20. helyezést ért el. Az öreg diákok díjat a külföldön élő volt diákjaink adományaiból hozták létre 1996-ban, humán vagy reál tantárgyakból kimagasló eredményt elért tanulók kapják. Az öreg diákok díját kapják Fehérvári János Gergő, 12. D-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen német nyelvből 2017-ben 16., 2018-ban 10. helyezést ért el. Csuta Ákos Koppány, 12. F-osztályos tanuló, az országos középiskolai tanulmányi versenyen német nyelvből 16. helyezett.
A Révai díjat a Révai Baráti Kör alapította, kiemelkedő tanulmányi, kulturális, közösségi vagy sporttevékenységért jár. Révai díjat kapnak Boga Márton, 12. D-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen biológiából ért el 33. helyezést. Vörös Dominik, 12. C-osztályos tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi versenyen német nyelvből lett 34. Takács Titanilla, 12. F-osztályos tanuló, számos matematika és kémia versenyen elért kiváló eredményeiért. Novák Fanni, 12. B-osztályos tanuló, az iskolai diák önkormányzat vezetőségében végzett kiemelkedő munkájáért. Kós Enikő, 12. F-osztályos tanuló, az iskolai diák önkormányzat vezetőségében végzett kimagasló munkájáért. Élő Zsombor, 12. F-osztályos tanuló, az iskolai röplabda sportban végzett munkájáért és a csapattal elért eredményeiért. A Takács László díjat iskolánk 1957-ben végzett diákjának, volt igazgató helyettesének emlékére 2004-ben alapította a fia. A díj kiemelkedő sport és közösségi munkáért jár. Takács László díjat kap Katona Boglárka, 12. C-osztályos tanuló, kimagasló tanulmányi, közösségi és sporttevékenységért. Révai zenei díjat kap Horváth Tamás, 12. D-osztályos tanuló, az iskola zenei életében végzett kiváló munkájáért. Ünnepélyünk véget ért. Kérem az osztályokat, hogy a következő sorrendben vonuljanak el. Kezdi az elvonulást a 12. F-osztály, utána következik az E, a D, majd a C, a B osztály, és végül az A osztály zárja a sort. A hozzátartozók az F, E és D osztályok tanulóit az iskola udvarán, a C, a B osztály és az A osztályok tanulóit az iskola előtt köszönthetik. Kérem, hogy az iskolát a DM felől megkerülve vonuljanak a hozzátartozók. Köszönjük! Zenét, sok jó mesét rám hagytatok, hogy minden tudás, jó megoldás kéznél legyen. Ha felelni hív a vizsgákon túl, az élet tanárul. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam,
az öletbe borultam. Többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam. Többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diét. Minek őre menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni. Az utolsó órában, mikor már megbántam. Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam. Hogy elmúlt az élet. Kezdjetek el élni.